Nem csak a pályán az ellenfelekkel harcol a labdarúgó NB egy hetedik helyén álló Újpest, hanem küzd a klubvezetés is a szurkolókkal, miután az MLS fegyelmi büntetéseinek képzeletbeli tabelláját igencsak a lilák vezetik. A klub három mérkőzésre maga zárná be a lelátókat, ha nem változik a helyzet, a szankciók, a szurkolói kártya, vagyis hát az aktualitások a témák az Újpest FC jogi képviselőjével, dr. Visontai Csongor elő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csongor, az Újpest lenne a legbalhésabb klub az NB1-ben, hogyha a büntetéseket nézzük? Az MLS szerint igen. Én azt gondolom, hogy nem egyébként. Tehát minden szurkoló tábornak van egy sajátos megnyilvánulása, mindenkinek vannak saját énekei, azokat mindenki elénekli. Valamiért az Újpestet kiemelten szankcionálják, én is úgy érzem. Egyébként fegyelmi vétségekért eddig ebben a bajnokságban hol jár az Újpest? Mennyi pénzt fizetett be az MLS kasszájába? Hát én nem összegeztem, volt ilyen összegzés. Volt, láttam, mert ilyen 8 millió fölött jártunk, így van, igaz? Így van, igen. Egyébként milyenek azok a tipikus rendzavarások, bekiabálások, rigmusok, ami miatt visszatérően büntetik a klubot? Mert ugye külön kell választani a dolgokat, mert van a rasszizmus, amit gondolom senki nem tűr el, de aztán azon felül mi van még? Hát ugye a helyzet, az alaphelyzet az az, hogy rengeteg, tehát van egy fegyelmi szabályzat az MLS-nek, amiben rengeteg fegyelemsértés van felsorolva. Ezek között szerepelnek egyébként a nézői bekiabálások, ami azért egy picit aggályos, nem akarok most belemenni a részletekbe, és ez a szabályzat, tehát amíg ez van, ehhez kell alkalmazkodnunk, de azért azt tudni kell, hogy az MLS azt mondja, hogy ha abból a szektorból, ahol egyébként a hazaiak ülnek, körülbelül 10-20 ember folyamatosan bekiabál valami csúnyaságot, és a valami csúnyaság az nem feltétlenül rasszista, hanem szemét MLS. Egy kicsit csúnyában. Azt szokták mondani, nem tudom, szabad-e ilyet tévében mondani, szarházi MLS, ezt szokták mondani. Én jogászként azt gondolom egyébként, az MLS az egy közszervezet, ez egy komoly kritika, azért ezt én azt gondolom az MLS-nek bírni kéne, az MLS ezt nem bírja, tehát ez például ez a kitétele 100 ezer forint. Én nem vagyok sportszervezet, azért ugye most azt mondom, remélem, hogy nem kapok ezért büntetést, meg ugye csak megemlítettük, hogy ez... Igen, mind a ketten, tehát nem a véleményünket mondtuk, hanem idéztünk. Így van. De egyébként nagyon helyes ez az észrevétel, hiszen ez egy véleménynyilvántás, még ha egy kicsit erős is. Én azt gondolom, hogy ezt nem kéne szankcionálni, egyébként ezekért is kapunk, tehát ez olyan 50-100 200-at ér. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye ott van a megfigyelő, akinek ez a dolga az ellenőr, és akkor strigulázzák. Így van. Szépen megint hallottunk egy meleg MLS, mit tudom én, tehát valami megérzés, és akkor megint húznak egy strigulát. Na most ezeket a fegyelmi bizottsági döntéseket a klub mindig fegyelmezetten tudomásul veszi, vagy fellebbez, harcol, szóval milyen mozgástér van? Az nagyon kicsi a mozgástér. Tehát ugye az MLS-nek van egy fegyelmi bizottság, aki ezt elhatározza, ezt eldönti, kapunk egy határozatot, ezt meg lehet fellebbezni. A fellebbezés az 300 vagy 350 ezer forint befizetéséhez kötött, és a másodfokon is az MLS jár el. Tehát én nem is tudom, néhány kollégának volt sikere, utoljára ugye a Szivics edző úrnak a büntetés, az eltiltását módosították, csak halkan jegyzem meg, hogy utána lecserélték az egész másodfokú fegyelmi bizottságot. Tehát én nem nagyon látom értelmét egyébként a fellebbezéseknek, hogyha egy olyan kirívó lenne, akkor valószínűleg bírósághoz fordulnánk, de egyébként nem szokt tudomásul vesszük. Amíg a tulajdonosnak van türelme, meg lehetősége ezt kifizetni, addig csináljuk. Egyébként ez is egy fontos kérdés, hogy ezt ugye a tulajdonos fizeti. Tehát itt van egy objektív felelősség, amit én megint egy kicsit... hogy mondjam, vitathatónak érzek, és akkor most finoman fogalmaztam. Tehát ezt hogyan lehetne megosztani mondjuk ezt a felelősséget azokkal? A tulajdonos mindent megtesz. Tehát gondoljunk bele, hogy a tulajdonos fizeti a rendezőket. A rendezők ott vannak, próbálják a rendet fenntartani. Nem olcsó mulatság, mert ez sem. Mi most az Újpestnél ennél többet is tettünk, tehát a sporttörvény kizárást tesz lehetővé, tehát az a szurkoló, aki egyébként kirívó fegyelemsértést követel, azt ki lehet zárni a sportrendezvényről. Ennek a maximális időtartama 4 év. Hány ilyen renitens van most Újpesten, aki nem mehet be a stadionba? Én, hogy mondjam, nem renitensek, tehát ezek a szurkolók elragadtatják magukat, és ez egy új rendszer, ez most március 1-től működik Újpesten, ideig egy kizárás határozat született, ami egyébként fáj nekünk. De az mennyi időre egyébként? Az egy éves időtartamra. Nyilván azért, mert ez egy bevezetés. Lehetett volna többre is eltiltani a srácot. Nem akartuk egyrészt, mert ez egy bevezető, másrészt meg az egyik fő szurkolója az Újpestnek. Tehát ez nekünk is fáj, és ezt valahol a szurkolóknak is meg kell érteni, hogy még ha én azt is gondolom, hogy a véleményt ki lehet fejezni, és amit beszéltünk, egy
picit az MLS is lehetne engedékenyebb, de van egy határ, és ebbe egyetértünk az MLS-szel, amit nem léphetnek át a szurkolók. Tehát ezzel magam igen, is egyetértek. Jó, van egy határ, ott legyen tökéletes és óriási szigor, de azon túl meg azért nagyobb engedékenység meg. Hogy mi egyáltalán, szóval sokszor valóban nevetséges is válhat, ugye a polgármester úr Wintermantel Zsolt is elég keményen nyilatkozik ebbe az ügyben, hogy miért ne lehetne szidni a stadionban az MLS-t. A rasszizmus és a pályákon meg a hétköznapok is elintélendő, de ő akár egyenesen abszurdumnak nevezi, hogy ilyen véleményvédelmet büntetnek. Hát, ebbe egyetértenek. Amíg ugye nem fenyegető, nem kirekesztő, és nem olyan ugye nyilvánosan botrányt keltő, akkor én azt gondolom, hogy ezt el kéne tűrni, hiszen itt a két alapjog, ugye a véleménynyilvánítás szabadsága, és egyébként az emberi méltósághoz való jog ütközik egymással. Az Alkotmánybíróság ezt nagyon sokszor egyébként ma boncolgatta ezt a kérdést. Én azt gondolom, az MLS az abszolút közszereplőnek minősül, tehát azért valamilyen kritikát neki el kell viselni. Na most ebben a helyzetben nehéz feladvány, mit tud csinálni a klubvezetés? Ugye a szurkolói kártya egyéb problémát azt egy kicsit sikerült halasztani, de most már ugye itt van az a probléma is. Ott van az, hogy milyen viszonyban van a szurkolókkal, a vehemensebb, meg szervezett csoportokkal, ott van az, hogy milyen túlságosan szigorú szabályok vannak, és akkor itt jön a képbe az, ami itt már elhangzott, hogy pályabezárás. A pályabezárás az egy érdekes kérdés, valóban felmerült, tehát a tulajdonos úr azt mondta, hogy azért ez most már tényleg kezd sok pénz lenni. Tehát ez nyilván nem nyilvános a labdarúgók fizetése, de azért nem olyan magas, mint amilyen sokan ezt gondolják Magyarországon. Tehát én azt gondolom, ez már egy jó labdarúgót lassan ezekből az összegekből le tudna igazolni az Újpest. Ezért fordult meg az ő fejében, hogy akkor, ha a szurkolók nem működnek együtt, és ők nem értik meg, hogy ez tulajdonképpen az ő csapatuk zsebéből megy ki ez a pénz, akkor bezárja. Ezzel lehet vitatkozni, hogy jó ötlet vagy rossz. Én nem engedek meg magamnak vélemény, nem is ez a feladatom. Az MLS erre ugye úgy nyilatkozott, hogy ez nem lehetséges, ez szabályok tiltják, hiszen csak. Tehát ilyenről nem dönthet a tulajdonos, erről is csak az MLS dönthet. Igen, egyébként itt egy picit, tehát az Újpesten speciális helyzet volt, mert azt tudni kell, ez nem sok helyen jelent meg, egyébként a rendőrség alkalmatlannak nyilvánította a stadiont. Tehát egyébként bezárathatta volna a tulajdonos, de itt valóban volt egy nagyon komoly, és én azt gondolom pozitív előremutató együttműködés a szurkolókkal, hiszen a stadionnak a tulajdonosa, illetve a tulajdonosa a magyar állam, ugye a vagyonkezelő jogokat az NSK gyakorolja, aki azt mondta, hogy nem hajlandó megcsinálni. Akkor, ha ez így maradt volna, akkor nincsen meccs. És nem azért, mert bezáratja a tulajdonos, hanem mert nem volt alkalmas, és a szurkolók jöttek, és ingyen megcsinálták a kerítést, tehát azokat a hiányosságokat a szurkolók pótolták, és így lehetett megrendezni. Tehát én azt gondolom, ez is mutatja, hogy a tulajdonosnak azért az a célja, hogy ez a klub működjön, a szurkolók jöjjenek meccsre, és azért ezért talán el is vár valamit, hogy együttműködjenek. Nyilván meg érthető a szurkolóknak az ingerültsége, hogyha nem megy jól a csapatnak, persze, de azt is meg kell érteniük, hogy a jelenlegi szabályok mellett, tehát amíg az MLS-nek ez a fegyelmi szabályzata, addig egy picit ezt óvatosabban kéne az ő elégedetlenségüket kifejezésre juttatni. Mi a klubtól, ugye mit tehet a klub? Mi nyilván kezdeményezzük az MLS-nél a fegyelmi szabályzatnak a módosítását, amit tehet a klub, vannak a bizottságok. Ebben milyen, mennyire derül át Zsongor, mint hogyha az NB1-es kluboknak lenne egy olyan összefogása, hogy hát egy kicsit az életszerűség felé noszogatnák az MLS-t. Biztos vagyok benne, hogy a többi klubot ez ugyanúgy zavarja. Uh-huh. Tehát őket ugyanúgy idegesíti, az Újpest a legjobban érintett ebben, de ez mindenkinek fáj. Tehát amikor, ugye ez a Kubatov úr is rengetegszer elmondta, hogy ő persze felelősséggel tartozik, de a szurkolók viselkedéséért, de azért őket is bántotta, amikor, sőt volt ilyen fellebezésük is, hogy hát nem lehetett megállapítani, hogy most azok tényleg fradi szurkolók voltak, vagy nem, próbálták a felelősséget elhárítani maguktól, és volt ilyen fegyelmi döntés, amikor azt állapították meg, hogy hát igen, nem biztos, hogy Ferencváros szurkolók voltak. Újpesttel kapcsolatban még nem volt ilyen döntés, bár mi is hivatkoztunk rá. Én azt gondolom, ezt a szurkolói kártya sem rendezi teljesen megnyugtatóan, hiszen azért még kiválthat valaki egy Újpest szurkolói kártyát, még ha nem Újpest is, és bemehet oda balhét. Hát bizony, ilyen szempontból egyébként osztja a polgármester úr véleményét, ő egyenesen azt mondja, hogy a szurkolói kártya idiotizmus. Hát én ilyen erősen nem mernék fogalmazni. Nyilván meg kell, ezt majd a jövő megmutatja, hogy valóban van ennek létjogosultsága, és ez hasznos dolog-e. Egyelőre szabály. Tehát ugye az ügyvédek, mi
jogászok, mi alkalmazzuk a jogszabályokat, felesleges lenne bírálni, meg kell próbálni tenni ellene. Valóban vannak ilyen bizottságok, az Újpest próbálja hallatni a hangját, voltak is ilyen kezdeményezések, hogy a többi klubot megkerestük, hogy esetleg álljunk össze, terjesszünk elő együttesen egy indítványt. Hát ezek folyamatban vannak. És visszatérve erre a bizonyos pályabezárásra, a szurkolókkal való viszony, hogy hogyan lehet hát együtt alkalmazkodni ehhez a helyzethez, még ha nem is tetszik se szurkolónak, se klubvezetésnek. Mi lesz itt az átidó megoldás, hogy azt mondja, hogy az MLS pályát nem zárhat be a tulajdonos, a pálya nem az övé, meg egyáltalán ezt a pályabezárásra csak az MLS dönthet. A szektorbezárás az még egy, az már egy alkalmazott fegyver például a Honvédnál. Hát én azt gondolom, hogy a tulajdonos úr most egy kicsit ettől visszalépett, tehát nem lesz pályabezárás, megértette ő is, hogy a szurkolókra szükség van, de a szurkolóknak is meg kell érteniük, hogy amíg ez a szabályzat van, addig nekik is együtt kéne működni. Világos. És a végén hadd kérdezzem, hogy ebben visszalépett a tulajdonos úr, de Düsatel úrnak még lobog a harci kedve? Szereti ezt a dolgot ilyen körülmények között, vagy tényleg kacsingat arra, hogy eladná a csapatot? Erre nekem nincs felhatalmazásom és tudomásom sincs. Én úgy tudom, hogy most ő teljes mellszélességgel csinálja ezt a dolgot, kiáll az Újpest mellett és ért, és azt gondolom, hogy ha lesz ebbe változás, akkor azt ő fogja bejelenteni. Én azt gondolom, hogy most teljes erővel azon dolgozik, hogy összekapja magát a csapat. Nyilván érzi is, hogy vannak neki is kötelezettségei, mindenkinek van, a csapatnak is, van a szurkolóknak is, ha mindenki csinálja maga dolgát, akkor én azt gondolom, hogy ez működik, és működni is fog. Zsongor, köszönöm szépen, hogy itt volt. Megtiszteltetés mindig.